A több mint 70 állomásból álló országos rendezvénysorozat szakmai fórumának Szexárdon a Pécsi Tudományegyetem kultúrtudományi pedagógus képzős vidékfejlesztési kara adott helyszínt. Komoly változások közepette vagyunk, nem elénézünk, közepette vagyunk. Ezt visszaigazolták az európai agrárdemonstrációk. Az, amit mi már lényegesen korábban jeleztünk a bizottság felé, lényegesen korábban jeleztünk valamennyi partnerünk felé, hogy tarthatatlan az, amit az Európai Bizottság anno döntött a közös agrárpolitika változásaival kapcsolatban. Most ezt a gazdák visszaigazolták, azt gondoljuk, hogy ezen a területen még további engedményekre van szükség, még további vita szükséges nem a saját kormányunkkal, hanem az Európai Bizottsággal, illetve az Európai Parlamenttel. A zöld megállapodás, azaz a Green Deal, nagyon sokba kerül minden gazdának, komoly hátrányba kerülnek, és rengeteg a szigorítás mint például a műtrágya felhasználás 50%-ra csökkentése, a növényvédőszerek 20%-os csökkentése, a parlagoltatás csak néhány példát említve tette hozzá Jakab István, a magos elnöke. Amit az Unió lehetővé tett, az biztosította. Az adórendszert, a földadót, az teljes mértékben eltöröltük. Az Unióban Magyarországnak van a legkedvezőbb adórendszere ahol a családi gazdaságok, kőstermelők számára minden lehetséges kedvezményt biztosítottunk, ami nemzeti hatáskörben van. Az a meggyőződésünk, hogy a gazdaság átadási támogatása, a fiatalitás, a, a gazdaságnak a lendületben tartása úgy szintén érdemi változások alatt van, és a végrehajtási rendelt most kerül kimunkálásra, már a törvényt elfogadtuk, az is kapjon támogatást, aki átadja a gazdaságot, és az is, aki átveszi, sőt, most azon dolgozunk fiatal kollégáimmal, hogy akik átveszik a gazdaságot, egy hosszabb távra kedvező kamatozású hitelhez jussanak, hogy el tudjanak indulni, hogy tudják korszerűsíteni a gazdaságokat, hisz nem az Európai Unió durva előírásai miatt, hanem azért, mert a klíma valóban változik, ehhez megalapozott fejlesztésekre van szükség, újfajta talajműveléshez, ehhez eszközök szükségesek, újfajta növény eh, védőszerek alkalmazására, ez további fejlesztéseket igényel, új fajtákra van szükség, ami szárazságtűrő, a klímaváltozáshoz igazodó és különösen fontos ez az ültetvényeknél hosszú távra ható változások. De ez nem úgy van, hogy meghoz a bizottság vagy a parlament egy rend, az európai parlament egy rendeletet, és holnap ezen változtatunk. Ezek mind-mind nagyon átgondolt, szakmailag megalapozott döntéseknek kell lenni, nem pedig, ahogy szoktam mondani, tárgyi tudástól el nem homályosult éles látással megpróbálják a szobatudósok átadni a gazdáknak, hogy mit kell csináljanak. 2027-ig, 1500 500 milliárd forint gazdaságfejlesztési beruházásokra, 1000 milliárd forint pedig a zöld jövő megteremtésére lesz fordítható. Nagyon fontosnak tartom az ilyen jellegű rendezvényeket, ahol a, az ágazatban szereplő mind gazdák, növénytermesztők, állattenyésztők, esetleg az élelmiszeriparban tevékenykedő vállalkozások közvetlenül kapnak arról tájékoztatást, hogy a következő időszakban milyen jellegű pályázati lehetőségek nyílnak meg, azok milyen feltételrendszer, Mellette jelennek meg, és hogy mire számíthatnak a beadás után. Ugyanúgy szükség van nagy, több milliárdos investíciókra, mint kis családi termelők támogatására, mondta el nekünk Horváth István. Valamikor a tavasz vége felé, vagy a tavasz második felébe fognak majd megjelenni a pályázatok. Ezek jellemzően 50%-os intenzitású pályázatok. Lesznek nagyobb csomagok, és lesznek kisebb csomagok nagyobb csomag alatt azt értem, hogy adott esetben építési engedély is szükséges, tehát komolyabb előkészület, komolyabb pályázati előkészület szükséges. Azt gondolom, hogy ezekre azok a nagyobb vállalkozások tudnak eredményesen pályázni, akik mondjuk állattartó telepben egy jelentős beruházást szeretnének, vagy élelmiszeripari beruházásban egy jelentősebb több milliárdos beruházást szeretnének. De én nyílik meg egy kisebb ablak is, ahol úgymond pár száz millió forint inkább ilyen eszközre gyorsabb lefolyású nem feltétlenül építési engedélyhez kötött pályázati lehetőségek lesznek. Ezek, ezekről lesz most egy tájékoztató, egy ismertető. Tolna vármegyében további két állomása lesz a szakmai fórumnak, március 19-én Dombóváron és április 9-én Dunaföldváron, ahol a gazdák majd szintén felteltik kérdéseiket.